Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött, tehát a tagokat már köszöntöttem a közgyűlésen. Most a meghívottakat köszönteném, hát Schuster Gergely úr nem ért haza, úgyhogy de Rácz Balázs úr itt van, a polgármester úr szeretettel köszöntöm, meg a képviselő testedől Rokonosi Balást, aki meg tudott jelenni. A Német Nemzetiségi Önkormányzattól úgy tudom, Norbi nem tudott jönni, tehát sajnos ő is hiányzik, de Balog Imrénét és Németh Néher Alexandrát szeretettel köszöntöm, aki képviselik a Nemzetiségi Önkormányzatot. Plébános atyánk kimentette magát már előre, hogy ő nem tud jönni. Ákos nem érkezett beteg, meg. Beteg. Nagy szeretettel köszöntöm az iskola vezetőjét, Léva Itó Zsuzsannát és a történtanárnő Csányi Zoltánnét, a kertbarátoktól Petrik Istvánt és Molnár Erzsébetet, a nyugdíjas klubból Siklós Tivadalmi Marikát. Nagyon örülünk, hogy eljöttek, és ezen a 5 éves évfordulónkon megtiszteltek bennünket a jelenlétünkkel. És elsőként fölkérném Papni Pongász Csillát, hogy Eszterházy János munkájából olvasson föl néhány gondolatot. Hát csak egészen röviden, az elnök asszony találta ezt az idézetet, amit nagyon idevágónak talált, miszerint a jövőt az építi helyesen, aki számításba véve az adottságokat, nem gátakat és elválasztó falakat, hanem a félreértések kiegyenlítéséhez és a békés együttélés előfeltételeinek megteremtéséhez járul hozzá. Köszönjük szépen Csillának is, meg hát Eszterházy Jánosnak is a gondolatot. És akkor most kérném szépen Varsányi Violát, örökös vízelnökünket, hogy az elmúlt 5 évről mondjon néhány szót, kis beszámolót, mi is történt ez alatt az 5 év alatt. Mi megláttuk az örök lényeget. Országokat lehet szétdarabolni, nem lehet leigázni lelkeket, írta Reményik Sándor. Hát a mi lelkünk bizony le volt igázva hosszú időn át, mert ha ezt a társaságot 40 évvel ezelőtt alakíthatjuk meg, mennyivel többen lennénk most itt, mennyi szülő, nagyszülő, aki személyesen élte meg azt a tragédiát, ami a kitelepítéskor történt. De hát múlt az idő, enyhültek a körülmények, elkezdődött a lelkünk fölemelkedése. Kezdődött azzal, hogy Rokfalusi Balázs állandóan beszélgetett velem arról, hogy hát hozzuk már létre az ide telepített felvidéki családokról a beszámolót. Aztán valahogy nagy nehezen kötélnek álltam, megkerestem a kedves sorstársakat, és elkérdeztem, amit lehetett, a beszámolókat, amit a szülőktől hallottak, mert hát saját maguk személyesen azt hiszem túl fiatalok voltak ahhoz, amikor az történt. És hát a végén ebből lett egy szép kis összefűzött füzetke, amit a Balázs nagyon nagy hozzáértéssel alkotott meg, és hogy ez hézappótló dolog volt, az biztos, mert volt olyan kedves tagtársunk is, aki két példányt is kért belőle, hogy még a külföldön élő rokonnak is elküldhesse. Folytatódott azzal, megint csak Balázs volt az a szürke eminenciás, aki szuttyongatott, hogy emlékművet is kellene állítani. Először természetesen hát e-mail kapcsolatban írogattunk egymásnak, hogy milyen legyen kopjafa alakú, kőből kifaragva, hol legyen a templom téren, itt-ott-amott. Végül aztán az lett, hogy végig kérdeztem megint a sorstársakat, hogy egyetértenek-e vele, hoznak-e érte áldozatot. Az igenlő válasz után ezzel a kéréssel polgármesterünkhöz, akkor Pályi Gyula volt a szerencsénkre, aki tüstént élére állt a dolgoknak, többször összehívta a felvidéki és erdélyi ide taszítottakat, és ott az önkormányzatnak a tárgyalótermében beszélhettük meg, hogy milyen legyen az az emlékmű, és hol legyen fölállítva.
Az a jó, hogy ő azt ajánlotta, hogy a református templom melletti utcaszögletbe, ami még az református egyházközséghez tartozik, és hát megkezdődött az emlékműre való pénzgyűjtés, összejött 311.000 forint. 2014 elején a hozzáértő és ügyes taktársaink kiválasztották a bányából a megfelelő nagy sziklakövet, amit a bánya igazgató, de tulajdonos ajándékba adott neki, köszöneti ár érte. Nagyon sok munkával járt az egész, és ebből mindenki kivette a részét. A kőnek az odaszállítása, a lecsiszolás, a faragás, a táblára vésetése a szövegnek, akkor a belehelyezése, a környék kialakítása. És bizony nem csak a felvidéki dolgoztak ezen, hanem szerencsére a helybéliek is. Én csak egyetlen nevet említek meg, mert már nem él, nincs köztünk. Vácz Ani mennyit segített a sziklakőnek a csiszolásában. Így aztán megtörténhetett, hogy 2014. április 12-én a parlament által is a felvidéki kitelepítés napjának nyilvánított napon megtarthattuk az első megemlékező ünnepélyünket. Utána többünkben felvetődött az, hogy hát jó lenne talán egy társaságot is összehozni. Az emlékmű megvan, az emlékművet gondozni kell, időnként ünnepély is kell, és összetartozunk, összemelegettünk még jobban, mint egyébként. Így aztán addig-addig szervezkedtünk, hol a Hunyadi utcában, Frantaterinél, hol Paláston, az én szülőfalunkban, hogy 2014. november 7-én megtarthattuk az alakuló közgyűlésünket. Igen. Az alapszabályt megint csak Rokfalusi Balázsnak köszönhetjük. És az alapszabály mellett hát megválasztottuk természetesen a tisztségviselőket, így lett az elnökünk Franta Teréz, pénzügyi és jogi szakértő Pályi Gyula, kapcsolattartás és kommunikációs feladattal Fekete Pétert bízta meg a társaság, és hát engem örökös díszelnöknek választottak, köszönöm szépen, és két évvel később úgy döntöttünk, hogy meghívjuk a vezetőségbe Bajcár Jánost is, technikai felelősnek. A mai alkalomra azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy számoljak be az eltelt ötesztendő végzett munkájáról és eredményeiről. Az alapszabályban rögzített célok között elsődleges feladatunk a felvidéki és erdélyi kitaszítottak és leszármazottaik összefogása. Ezt szolgálják ünnepeink minden évben. Megtartjuk a felvidéki kitelepítés emlékünnepét április 12-e közeli vasárnapon. Megemlékezünk halottak napján az itt elhalt rokonokról és a felvidéken nyugvó ősökről, összejöve és imádkozva az emlékműnél, s vannak fehér asztal melletti beszélgetős alkalmaink is. Gondos kezek tartják rendben az emlékművet és környékét, sok köszönet illeti őket. Az alapszabály negyedik pontja a felvidéki magyar közösségekkel való kapcsolattartást szorgalmazza erősen. Erre nagyon törekszünk. Az emlékünnepségekre főleg felvidéki előadókat hívunk meg. Volt itt Kis Beáta, a lévai Ceglédi Péter gimnáziumnak az igazgatónője. Két éve Gubik Lászlót hívtuk meg, a felvidéki magyar ifjúsági szervezet vezetőjét. Egy éve Kapusnyik Csaba, a palásti történelemszakos tanárnak a szónoklatát hallgathattuk. Erős kötődés jött létre több felvidéki településsel is. A Lévai Revicki Társasággal, a Lévai Magyar Asszonyok Ligájával, a palásti Permeó Magyar Szervezettel. Az összetartozás napján, június 4-én többször járt küldöttségünk Léván, részt vettünk a Ceglédi Péter Református Gimnáziumnak az ünnepélyét. Megkoszorúztuk ott Eszterházi Jánosnak az emléktábláját. 2016-ban együtt ünnepeltük meg március 15-ét Léván,
s megnéztük Csáky Pál Hit és hűség című drámáját. Ugyancsak ebben az évben tekintettük meg az Eszterházy Jánosról szóló kiállítást, és részt vettünk Zilizi Zoltán történész előadását, melynek címe Eszterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében. A kapcsolattartás erősítését jelenti évenkénti buszos kirándulásunk azokra felvidéki helyekre, ahonnan bennünket, szüleinket, nagyszüleinket kitelepítették. Így voltunk Búcson, Szőgyénben, Viszkeleten, Nátszegen, Gútán, Nagyfödémesen, Nemeskosúton, Paláston, Zselízen, Somorján. E helyeken meglátogatjuk a polgármestert, a helyi plébánost, lelkészt, barátságot kötünk velük, mint például dr. Farkas Zsolt szőgyéni plébános úrral, aki a nyitott templomok ünnepségére is meghívott bennünket 2 éve. Minden helységben megkoszorúzzuk az emlékhelyeket, a temetőkben megkeressük őseink, rokonaink sírját. Az eddig legjelentősebb látogatás 2017-ben volt. Alsóbodokra utaztunk szeptember 16-án, és részt vettünk azon a nagyszabású ünnepélyen, amit gróf Eszterházy János eltemetésére rendeztek. Hatalmas parkot létesített itt Paulis Boldizsár, nyitra újlaki magyar vállalkozó, megépített ott egy kápolnát, és hosszas kérvényezés eredményeként idehozathatta Eszterházy János hambait. Ide láthatott annak idején a gróf úr nyitra újlaki kastélyából egykoron, ide szeretett volna hazatérni, s 60 évvel a halála után került erre a sor. Az ünnepségen Jedraszewski krakói érsek celebrált szentmisét. Ott volt a pozsonyi nagykövet, Németh Zsolt külügyi államtitkár, s ott volt tolószékben Eszterházy Malfatti Alíz, Eszterházy János lánya. A megható ünnepség végén Eszterházy János urnája a Szent Kereszt Felmagasztalása nevű kápolnában, kriptában helyezték el. A felvidék mártírja hazatért. Mi pedig Palástra buszoztunk, megszálltunk az Ivánka kúriában, amely most a felvidéki magyar cserkész szervezetnek a központja, és másnap a Permeó Magyar Egyesület látott vendégül. Alapszabályunkban rögzített célunk az is, hogy együtt működjünk a dunabogdányi civil szervezetekkel, és részt vegyünk a kulturális életben. Immár 5 alkalommal a faluval, fakulttal közösen ünnepeljük meg a Magyar Kultúra Napján január 22-én. Társaságunk hív erre az alkalomra előadót. 2015-ben én tartottam előadást Kölcsey Ferencről, 2016-ban Bánhidi László, Esztergom alpolgármestere beszélt a magyar képzőművészetről. 2017-ben dr. Salgó Ágnes, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa a könyvtárról, mint a kultúra őrzőjéről mondott ismertetést. 2018-ban előadónk Vermes István volt a gútai lovasíjász. Ő a Teremtő Kegyeltje című előadással ünnepelte a napot. 2019-ben Ady Endréről emlékeztem meg halálának 100. évfordulója kapcsán. Jó kapcsolatot ápolunk a Kertbarátok körével, a Nyugdíjas Klubbal, mindkét szervezetben tartottunk bemutatkozó előadást. A Ferences Világi Renddel is együttműködünk. Közösen szerveztük meg Lőrinc Sarolta Ipoly Balogi néprajzos énekes előadását Palócföld meséiről, dalairól. Vele érkezett Csukás László búvár, víz alatti fotós és filmes, és vetített a filmjeiből. Az általános iskolával is van kapcsolatunk. Faragó Magdolna? Éva. Igazgatónővel abban egyeztünk meg, hogy minden évben tartunk rendhagyó történelemórát a felvidékiek ide telepítéséről. Idén április 15-én teljesítettem ezt a feladatot. Messzebbre nyúló összeköttetést jelent a budapesti Bakács téri Kolping Egyesület meghívása. Náluk ugyancsak a kitelepítésről tartottam beszámolót,
Pály Gyula az emlékmű létrejöttéről, Fronta Teréza társaságunkról beszélt. 2016-ban vendégünk volt a hazajáró két műsorvezetője, Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor. Csaknem 100-an gyűltünk össze, és néztük meg filmjüket a Művelődési Házban. 2017-ben Eszterházy Jánosról tartott előadást Kun Ferenc, a Rákóczi Szövetség kurátora. Társaságunknak szép számmal vannak sajátos tevékenységei, eseményei is. A Duna-Bogdányba telepített felvidéki családok története ugye először füzetformájában létezett. Ezt a társaság könyvalakban adta ki, és az idén bővített, javított tartalommal, módosítva ismét megjelentettük. Most adjuk át tagtársainknak. Minden évben részt veszünk a német kitelepítés megemlékezésén, és koszorút helyezünk el az emlékművékre. Bekapcsolódtunk a Leitenbach látogatásba és az onnan jövő vendégek fogadásába. Minden évben halottak napján összegyűlünk a felvidéki emlékoszlopunknál, és mécsét gyújtunk az elhunytak tiszteletére. Minden évben tevékenyen részt veszünk az adventi forgatagban. Minden év március 8-án, Eszterházy János halálonapján részt veszünk a budapesti Eszterházy emlékmű koszorúzási ünnepén, és az utána következő előadáson. Minden évben részt veszünk a Rákóczi Szövetség parlamenti előadásain. Aláírás gyűjtöttünk az őshonos európai kisebbségek nyelvi és kulturális védelméért az Európai Unió számára. A kárpátaljai szegényeknek 2016. januárjában 117.000 forintot gyűjtöttünk össze. A küldöttség itt volt, átvette tőlünk, és olyan jól éreztük magunkat együtt, hogy még meg is énekeltettek bennünket. 2017. október 31-én a reformáció 500. évfordulójakor emléktáblát ajándékoztunk a református egyházközségnek. Részt vettünk a község faültetési akciójában, mi is vettünk és elültettünk két fát a váradok közelében. 2016-ban az önkormányzat szervezéséhez csatlakozva gyalogos teljesítménytúrán vettünk részt. 2018-tól gyalogos tavasz köszöntő túrát szervezünk minden év áprilisában a József forráshoz, jövőre szeretnénk kitisztítani a forrást. Ez évben az Országos Széchenyi Könyvtár kiállításán vettünk részt, ez a Korvina Könyvtár budai műhelye címmel mutatott be számos Korvina kódexet. A fakult meghívására tagtársunk Franta Dezső restaurátor vetített képes előadást tartott a Johannita lovagok Szíriában címmel, ehhez kiállítás is társult. 2019. március 9-én részt vettünk a Szent István Bazilikában tartott Szentmisén, amelyet Marek Jedrasevszky krakkói érsek celebrált, és itt adta át Fráter Cebula Pável lengyel minorita szerzetesnek a posztulátori kinevezést. Ő fogja koordinálni Eszterházy János boldoggá avatásának eljárását. Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján társaságunk misét mondatott este 6-kor itt Bogdányban. Eszterházy János boldoggá avatásáért. A Cecília kórus éneklésével csatlakozott e szép alkalomhoz. Ez csak nagyjából való összeszedése volt 5 év munkájának, azt hiszem, hogy elég sok minden tettünk, cselekedtünk, sok volt az esemény, sok volt a munka és a tevékenykedés. Mindenkinek, minden tagtársamnak, pártoló tagunknak, civil szervezeteknek köszönetet mondunk azért, hogy segítenek a fennmaradásunkban, a fejlődésünkben. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Ivi néni ezt a szép összefoglalót, és hát tényleg én kezdetétől benne voltam a csapatban, és most, hogy így elmondta, mi minden történt, meg mi mindent csináltunk, nekem is kicsit ilyen megdöbbentő volt, hogy ennyi mindent. Most a gyülevészkedésünknek egy olyan pontja jön, ami hát az ünnepi hangulatnak az egyik betetőzése lesz. Nagyon sokszor már a közgyűlési beszámolóban is, de Ivi néninél is fölmerült egy név,
aki nagyon sok mindent tett azért, hogy mi egyáltalán legyünk, ez a társaság legyen. A kezdet kezdetétől ott volt, és mind a mai napig nagyon aktív részese a mi életünknek, és ezért szeretnénk megköszönni az ő munkáját, és ezért kérem a elnök asszonyt, hogy Rokvalusi Balázsnak, akit ugye Ibi néni már itt méltatott, és én nem kívánok a továbbiakban méltatni, Rokit amúgy is elég jól ismeri mindenki, és tudja az ő közösségi szerepét, meg közösségi mozgását, meg tevékenységét. Egy plakát és egy oklevéllel hadd köszönjük meg az ő munkáját. Előbb hadd mutassam meg. Jó? Ja, nincs. Olvasd fel, légy szíves, nincs szemű meg nálam. Oklevél Dunabogrend Eszterházi János Társaság megalakulásának 5. évfordulóján a társaság érdekében kifejtett segítő munkájának elismerésével. Köszönöm szépen! Égetett mázas kerámiát kap tőlünk Balázs, és köszönjük szépen! És természetesen Balázs, azért várjuk, hogy a továbbiakban is segíts bennünket meg. Legyél ott a, nem csak a háttérben, hanem egyáltalán velünk, mert tényleg sok mindenben segítesz nekünk. Szakmailag is, és fiatalos lelkületben is, mert a vendégek azok látják, hogy az Eszterházi János Társaság nem a fiataloknak a szabad gyülekezete, hanem hát mi már idősödő korosztály vagyunk, de vannak olyanok, akik azért mozgatnak bennünket. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Amikor ezt a díjat vagy oklevelet kitaláltuk, akkor még egy ember jött képbe, aki évről évre nem csak önmaga, hanem az általa vezetett kis csapat is rendszeresen az ünnepségünket szebbé teszi, és ezért őnek is kívánnánk egy ugyanilyen oklevelet és pakettet adni, de ő nem tudott eljönni, ma fölhívott, hogy nem tud jönni. Ő Ott Rezső lenne, és a Dunabogrend ifjúsági zenekar, úgyhogy el fogjuk neki juttatni. Nem hiszem, hogy kéne a Rudinak és a kis csapatának az érdemeit itt méltatni, meg kiemelni. Mindannyian ismerjük, ha valakik sokat tesznek a faluért, akkor ők azok. Úgyhogy egy tapsot megérdemelnek. És akkor ezt a tapsot is majd tolmácsolom a Rudinak, amikor átadjuk neki a plakettet, meg az oklevelet. És akkor most kérném újra Csillát, hogy Eszterházi János sorsáról néhány gondolatot mondjon el. 1919-ben az új ország Csehszlovákia kormánya által meghozott földreform és a kiszabott súlyos adóterhek következtében az Eszterházi család sok más arisztokrata birtokos családdal együtt egzisztenciálisan is nehéz helyzetbe került. Eszterházi János ennek ellenére a kisebbségi léthelyzetben maradást választotta, és nem költözött a család anyaországi birtokaira. E tettét még megerősíti, hogy mikor 38-ban az első bécsi döntés után Felvidék egy részét visszacsatolták Magyarországhoz, Kassa képviselője lesz, és így bejelenti, ő a visszacsatolás ellenére Szlovákiában marad, a határ túlsó oldalán reked, mintegy 65-70 ezer magyarral vállalt sors közösséget. Tette mindezt úgy, hogy Magyarországon felsőházi bársonyszék és tárca nélküli miniszteri poszt várta volna. Maradásának okát így fogalmazta meg.
Itt maradok köztetek, és veletek fogom átélni a rossz napokat is, mert ha másokat maradásra biztatok, én sem mehetek el innét. Köszönjük szépen, és igazából a kis ünnepségnek, vagy jubilami összejövetelének a végére értünk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek, aki eljött, és mindazoknak a 5 év alatt elvégzett munkáját, akik tettek valamit ezért a társaságért. És akkor szeretettel várunk mindenkit, illetve hát kérjük, hogy mindenki még maradjon itt egy-egy beszélgetésre, lehet közben eszegetni, iszogatni, és aztán szép estét kívánunk önöknek. Köszönjük szépen! Kimaradt a buliból. Igen, hát, széles úr még van. Azért a társaság nevén azt meg kell köszönjük, hogy van egy ilyen nagyon aktív korelnökünk. Röstelem, hogy nem hoztatok egy-két szál virágot neki. Ő érdemli meg több köszönetet, hogy egyáltalán együtt lehetünk. Úgyhogy nekem most nincs más, a két puszit elfogadsz tőlem, én adom. Rúdolyozni akar a szélet. De nincs igazad? Köszönjük, hogy vagy nekünk.